amelyeket nem egy, még egyszer
hangsúlyozom, hagyományos szakszervezeti mutyi közepette született, nem néhány tucat ember érdekében született, hanem sok százezer, több mint egymillió embernek a válaszadása során született. Tehát én azt gondolom, hogy ez az igazi érdekképviselet, ez az igazi népképviselet, és a demokráciának ez a lényege, hogy választások között is megkérdezzük az embereket. Egyébként tisztelt képviselő úr, önnek is, egész frakció csapatának a kékszalag versenyre hétvégén a Balatonon sok sikert kívánok, hiszen látom, hogy amellett kampányolnak. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, Balczó Zoltán a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Hogyan tervezi miniszterelnök úr a multinacionális vállalkozások közteherviselésbe való bevonását, a válságadók kivezetését követően? Balczó Zoltán alelnök urat illeti meg a szó. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt miniszterelnök úr, az elmúlt két évtizednek az egyik legnagyobb és legsúlyosabb gazdaságpolitikai igazságtalanság és egyben hibája az a aránytalanság, amelyik a külföldi döntően multinacionális cégek és a hazai tulajdonú termelő szektor kedvezményei támogatása során kialakult. Ön feltehetőleg nálam is jobban tudja ezeket az adatokat, ez 93-ban már aránytalan volt ez a támogatás, 2003 után még súlyosabbá vált, azóta a támogatások adókedvezménye 90%-át kapták a multinacionális cégek, miközben a munkahelyeknek, az alkalmazottak terén a 72%-át a magyar tulajdonú cégek adják. A közteherviselésbe való bevonásnak egy kezdeti lépése volt ön részéről, a kormány részéről, most ezeknek a krízis adóknak a bevezetése, ami adott szektorokat érintett. Ezt a Jobbik támogatta, egyetértett vele, miközben tudtuk, hogy bizonyos szempontból a fogyasztókra fogják áthárítani. Ön, amikor norvég miniszterelnök kollégájával tárgyalt, azt mondta, hogy biztosítom önt arról, hogy a krízisadók, amely norvég cégeket is érintenek, átmeneti jellegűek, és ezeknek az adóknak a kivezetése a magyar rendszerből a cégekkel való tárgyalás útján be fog következni. De hozzátette azt is, hogy egyébként ezekkel a plusz adókkal is az átlagos adóteher nagyon lényeges, még így is alacsonyabb, mint az európai átlag. Adódik a kérdés, hogy ez a 2013-ra tervezett kivezetése ezeknek a krízisadóknak, ez azt jelenti, hogy még ez a szintű közterviselés is megszűnik, vagy miniszterelnök úr adott esetben úgy dönt, vagy a kormánya, hogy előre látható módon, mert mindig ezt a kiszámíthatóságot kérik, be fogják vonni ezeket a cégeket a közterviselésbe. Várom a válaszát. Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnök úr a válaszadó 2 percben. Tisztelt képviselő úr, először szeretném megköszönni azt, hogy amikor a bankadót és a válságadót bevezettük, akkor a Jobbik támogatta a magyar kormánynak ezt előterjesztését. Nem is volt kétségem afelől, hogy ön majd ezt támogatni fogja, hiszen elég sok évet keresztül koptattuk közösen itt a parlamenti padcsarokat, és közösen harcoltunk azért, hogy az ön által itt elég pontosan leírt áldatlan állapotok megszűnjenek. Úgyhogy még egyszer köszönöm a támogatását, és ha megtaláljuk a megoldást az ön kérdésére, ami még nincsen a zsebünkben, akkor majd szeretném, hogyha újra támogatna bennünket. Tehát a válaszom az ön kérdésére az, hogy erősen gondolkodunk rajta. Tehát a helyzet a következőképpen néz ki. Ugye ezek válságadók. Azért vezettük be őket, mert Magyarország az összeomlás szélén volt. Most abban reménykedünk, hogy 2013-ra ez a helyzet már nem áll fönn. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a napi híreket, ha figyeli, akkor jól láthatja, hogy ha Magyarország válsága nem is várható, hogy felerősödik, legalábbis minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresen harcoljunk ellene, az eurózóna válsága azonban napról napra egyre súlyosabb árnyakat vet, és mint lehetőség egyre inkább izgalomban tartja az európai gazdaság jövőjéért aggódó embereket, zárójel bezárva. Most a válságadó az egy brutális mértékű adóforma és adómérték volt, ne rejtsük ezt véka alá. Igaz, hogy akik támadtak bennünket érte, azok időközben már bevezették. 11 néhány ország az Európai Unióban azóta bevezetett válságadókat is, meg bankadót is. De ha megnézem, valamifajta gazdasági racionalitás alapján arányszámokat állítok fel, akár a nemzeti össztermék méretéhez, akár a magyarországi banktőke egészéhez mérve, hogy milyen mértékű adót vetettünk ki, akkor azt kell mondanom, hogy messze az első helyen vagyunk. Jól látszik tehát, hogy ez nem kívánatos állapot.
Tehát ezt valamilyen módon meg kell változtatni. Ezért tárgyalásokban vagyunk úgy, ahogyan ön ezt nagyon pontosan mondta, hogy amikor kimennek a válságadók, amelyek elviselhetetlen méretűek hosszabb távon, milyen igazságos közterviselést tudunk létrehozni, amelyben igazságos módon vesznek részt a nemzetközi cégek is, úgy, ahogyan kellett volna a megelőző 20 évben. Ennek a rendszerét, módját és mértékét most próbáljuk kitárgyalni, és most próbáljuk megalkotni. Csak a jó indulatomról és az igyekvésünkről tudom önt ebben a pillanatban biztosítani. Balcó alelnök úr, egy percben. Köszönöm miniszterelnök úrnak a válaszát. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy a ön kormányának megszabjam, hogy mit tegyen, de a parlamenti demokráciához hozzá tartozik nyilván, hogy egy adott felhatalmazású párt a meggyőződését elmondja. Nekünk a meggyőződésünk az, hogy ahogy ön is említette a norvég miniszterelnöknek, hogy a krízis adókkal együtt is ez az átlagos adóteher alatta van az Európai Uniónak. Tudjuk, hogy a versenyképesség fenntartásához ez kellene, de bizony ez az a versenyképesség, ami nem feltétlenül üdvös, mert nem biztos, hogy olyan haszonnal jár, mint amire szükség lenne. Tehát mi úgy ítéljük meg, és abba bízunk, hogy ez a libikóka helyre fog állni, mert itt nem szembeállítjuk mi a hazai szektort a multicégekkel, az elmúlt 20 év állítja szembe, és akkor lehet könnyíteni a hazai cégeknek, ha a költségvetésbe több folyik be a közös célok érdekében ezektől a cégektől, úgyhogy ebben bízunk. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz, miniszterelnök úr. Értem én az ön fölvetését, és örömmel válaszolnék rá érdemben, amihez egy perc nem lesz elegendő, tehát csak hozzá tudok kezdeni a problémát. Képviselőtársam a következő dolog adja. A válságadók és a bankadó szektorális természetű. Tehát nem általában terheli a gazdasági élet külföldi befektetőit, hanem csak bizonyos szektorokat terhel. Ennek a jellegét nem tudjuk fönntartani 2013 után, vagy legalábbis nagyon nehezen. Ugyanakkor nem akarjuk úgy szétteríteni, még akár megnövelve is a bevételt, nem akarjuk úgy szétteríteni, hogy közben a külföldi beruházások meg elkerüljék Magyarországot. A dolog az mégiscsak úgy áll, ez fontos információ, hogy azért a magyar nemzeti összterméknek körülbelül 55%-át az export teljesítmény adja. Az export teljesítménynek körülbelül 90-95%-át külföldi befektetések adják. Ezzel körülbelül 700 és 800 ezer közötti magyar embernek adunk munkahelyet Magyarországon. Tehát csak olyan válságadókban szabad gondolkodni, és csak olyan kivezetés utáni megoldásokban, amelyek ezeket az eredményeket, export, munkahelyek nem veszélyezteti. Ezért gondolkodunk rajta hosszabban annál, sem hogy csak kicsapnánk a zsebünkből a piros ászt, és bemondanánk a csendes útit, hanem arról van szó, hogy ezt alaposan végig kell gondolnunk. Én még egyszer mondom, adjon időt, 2013 költségvetési vitájában, tehát a 2013. évre vonatkozó költségvetési vitában kell erre a kérdésre már szakmailag pontos választ adni. Tisztelt Országgyűlés, Pál Béla, az MSZP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Miért nem számít a kormány a Magyar Utazási Irodák Szövetsége tagjaként működő utazási irodákra a diákok határon túli utaztatásának címmel? Fónagy János államtitkár úr készül válaszolni, elfogadja a államtitkár személyét a válaszolására? Igen, elfogadom. Akkor öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Az Országgyűlés Sport és Turizmus Bizottságának június 22-i ülésén napirendi pontként szerepelt a diákok határon túli magyar területre utaztatása. Uricsák Szilárd miniszteri biztos többek között elmondta, hogy idén 500 millió forint áll rendelkezésre, amiből 15 ezer diákot lehet utaztatni. A cél azonban több százezer középiskolás elutaztatása, amely 3-3,5 milliárd forintot igényel majd 1-2 év múlva. Kérdésemre pedig, miszerint nem lenne helyes professzionális utazási irodákra bízni a diákok utaztatását, azért, hogy a diákok biztosan odaérjenek, ahova indultak, jó állapotban lévő busszal, profi idegenvezetővel, garanciális szolgáltatásokkal, a miniszteri biztos nemmel válaszolt. Kifejtette, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány kifejezetten az iskolákat pályáztatja és támogatja, és szerinte senki nem tudja olcsóbban és a diákoknak megfelelőben megszervezni az utazást, mint maga az iskola. Mint ismeretes, az utazás szervezés 92 óta engedélyköteles tevékenység, széleskörű szakmai ismereteket, felkészültséget, tapasztalatot, kapcsolatrendszert, és természetesen a meghiúsulás esetén megfelelő kauciót is igényel. A szakértelem hiányából a múltban nem egy sajnálatos baleset is történt. Köszönöm,
úrnöpszert, tisztelt házban, tisztelt itt államúrkász. Ilyen helyzet a kormány működtök mérődési kozónat a szabályok előrejük a csajírásját a labályozó kormány önkiatóságzatok a közgazdának a sápigrok veszerhető a polgárve a pstármely a téhíver szalgá. Rikez rende hangzik bávám, falzítve, illetve a szándószalma. A becsám sem szégesítja a nyolcség költségszeretéken szervelő elhívja, hogy látsz-e más önkor feladati lakodató csolók a pénzordó fadalom forzókható és szét helyes adódi az csikzás ezeretelti gertségozat. Önkor zöldzat már nincsnak külön rossz adnak számok. Akkor zöldzat és házatkár a portfeli restmál vötrak áll külön hívó szerlogi megbélyoknak. Jog nincs illagdáják adnak a nézők, hogy már önkor zöldzat adnál nám jó szezbanról és nem látsz számok kezd el gyakorlatilag korlak miután az önkának már korba hazad, tehát sajnálva az magzper okazatívkodáták végig terigenys vég nem kezd erre szűk nincs kétség. Adatok el a szakszatak a fetusát, a kapó kezőmest gársat réjük ki a ez a kormányáló jön össze a dukban, és számlázom kinosszán se érdi. Nem tudom, az útében időpály több nájázabel is fülmerül a pályázó lájának, csak amikor az önzatlomás lehet. Ezeként tekelvett érdeket tisztezem tekeltét államzatár úr. Megkárt követi élhet egy helyen, aki az a tervezője, már amikor a dolgatról az önálló önnászándóztatomot özben, mikor a szabályok szám nem szélyezt előkörje illező tájtszőjét. Tas elúzatít, ha egy ajánlják neki van a nyávjáz pályán, tehatány. Erve a minizéjáér jószté ellen, hogy majd ezok szegélyi zajok a bájósi módon csátás, az új a bájók szolgálj, hát ma is szagjút a grány kiszatás csátadás, írtak a lakunk ki a vizesült helyelés kezdre, a vászló ad az a képkorszai zónál után kettőnkból az mert tisztpultájának, mert háztetett tisztesen képviselő úr, ezt a helyekor ilyen rökkorházatból több szó, hogy nyitörvény, mint a valamosztó állatás szarunk szabályi jog az előnök a csai virási mért, tehát nem bűz ő, én már egykor gazdatkodát látunk végsen az úszma hajt, tervezett sport, üresztő kelmet a hiva. Akkor ugyanki ő a hegymányzat korpuszokról növény voltunk, termiért az önében a májnak korpuszat, mi a pokkori joggázrövényi történet, a lapokat pedig a hivat joga is sem szerint hitték, hogy az aktás lózgér ennyi től a szervényre okozat a bővételes törségként, és kettő tófó ad ma a mindenre csak adok ezek forrózó mutatok. Nem fogok az mező elgazságra, ami is az egyleték tévalat és alámi hidámatat és sohatáshoz egy minti építéshez kell kapzikázó esőlódás eljárt a kérgyesérőzés elgörgózó egy pihány alap és nem számolj a társokat, hogy a folyókának társadéte felrúgta, fizetve a kennyezet mélyen kort őzacsmány, ezt a gajánám mószorinzumát, és amikor gulája számát gyűzett a meg a fel, mint ilyen egy adhatvá, szent va, a jó amelyiság súlt ez a megszalap, és a sokai támogítás ezek elszerevétekig érdekömen mellék vetek, hogy ki ő de hegmán, ekkor lózat agyalé számunk, hogy pénz a szárgalmazta a rendlás kezdendel, hogy nem ugye az egy útvonat erre az a kihozó lapkrem a nigyán törvös kér a kakinyja, de a hegvén kori önzarmány hószé ad egy állam mert tán pítanak, és ez tovább a megbás for pénz, mint a vámlat szásájítán. Ugyan az akkor azt a ramhák törtási terén pénz az önkönt az mennyi formiba a tihint szalt, az önkönt mennyi akkor az adatgatásnakon vélen az a tóra, de a szerzsendet élői egy erznatjás bia tovább sem van irányt, váltunk útmoztam. Rényben eszeti ő a helymány korra az adtakor volna önfogó instrumány, gátok szózás hatásport kívánok ön, az a helyzet kormoratai hívelem a lükségkör, és emelti a szám, megolja a múlók kör, ér adatézi, nem kell tetsz szózás hatás, tal, az maltal, önk az az adatormány, valamizután elvortanak, látni elfoszkásáló dapcsok, termelem fokakrációktól. Mert két tisztelő rajta is a jó hír azért, hogy minden jövőlet nem ez alap az új a törvény kiapjára ők elszőkünk új alapadéormányvény törvény lettek a szüntetetességen légvá, de az form önk és engedtükben költszöszert és megazdavai kodátárgat vonassal erőszakhozott új álljog. Dolárgónak is a sabátok. Ürelik ennek át és készítánk a sorban tél, a szakad olyan sebe hibájot szessel szület, hogy nem a megnamensi töréhez eti a figyelmi sérvárm gazdás, és oda egy kis adatot tőle le, sebe egy kis nézt admisolós nálci lepre, erre van kis vazgató, imád tesztük a fogját akkor. Tisztelt gyűlés, odúró, szettúra, hogy két jobb tudó és kisú kérdő, a hívá és képtenni felkezeti a nemz borás dőfasztás műnének. Mikor esték, hogy lesz bíró az emagy támaszák, hogy ünnára ír a nepszese népmagáz és mincén napja, mert képerbe a szívesen illetőnti tóki az több kettőn felezeti. Szülök, Tehát, hogy ne szásolom
munkat, a munkat összeokatni a környezés, amely eldozott változóképp munkakigőesség, munkat nyílt pérkerül meglacifek tájékoztunk, és állap az agyanapnak, hogy jókorival például ellenek nélőjárja, kell és megvenni ennek minden, mindért az állap, hogy az ilyen önkemélyesetet irmányt, hogy tepent a tétsú ikorbelmények, a repesíte a bizsiáció kifirulék is helyzetét, helyet alkalmas, akik megzonahezott változóképp munkat mazgítség. Más, tudom, mint a szerint dolgor meg a megozózott változóképp munkakigőesség, akkor foglalkosáltatás magatáfirentás szerint, és egére az ma szaklam, mint a parlament pajszkoz vonatot, csak bizony az elágat, amivel letalazott rehetetet, szobírit, a biztos az is adott szegót, a retekciót vázott. A hát ág tisztam kell, nem tudom. Kérem, átárul el, mikor meg, hogy megy várna a bagzózató, hogy újra hondos tetsz határa, a programsipot, a telt, kivyen fel, és mivel egy formában neki ezt a ikat, vagy a fontról, hogyan, és hogy így biztos, hogy ezt kell, hogy tehát érintek, szuk a szöközt, itt a dolgát, részült szívot, a tervezünk, a mutók vállalatunk, a muk vélezdók, és mumény, és ilyen megjelentadni a vettant, meg már köszönöm, hogy beszállt. A látomását jelent kell, amit azt mondom, hogy a kázban per én szokál. Szóval a tisztú elnök tisztelő a mezekor erőtisztok szakai jövők pályát és viszi elsőjátok és küldlek előre felsztek minisületek kerüles minis a demokritéri kérti szakértőjük 10.000 elején megy fölgét folyamatos a matékozni dolgozók akik egészségadott városnak éjjel szemek a erős munkeszi biagrá integráció egy erős ítélő ítéseket kivéktozá jól viszintek. Kancs a roki nyugági enc dír alak rácsáltatás csoló kapentiáló igenc amely szól erőszer csokolizm viszió szemünk egy forza csok tőt 2001 döntősankokot és tartani arra, hogy létem kinesen hozott dolgok ebben a koncepcióról. Egy kormány és kérdése külön kutosni fogartani. Magyarországon rosszegésen az erosi károlédás számoljuk szóval kalóba tár irányi főzer volt körül. Ebből szóval roki nyugági tárvállá 2021-ben Az apján ügyfelek mód számokat még föltöztek.
Tánokonként önden esetét alapják hagyni ez meg át neked, és terhes terzik a lehet fel az ügyekre. Hol halál megtya az taga elfagyódott egekségtár tehát listés eltölték mérkéké egy csüntére ért egy tántépor állom az áperek ember szert szájének zenni hamok. Bár vátiszt megvált előtt átalasztanak közt. Minden stében nevi fog csinálni, vagy nap tényleg állunk ki, kell a szóval, csak szóval, hogy ő plát. És szólt önök a testetúr tisztít, hát a képtelmű úr is el, és előnek itt szeretni utat meg mindenki, mint hogy kérgesett te a szemlénk az bájbörű, csak szényi adott bájba fura, hogy a maga. Ennyi maga én szdím, befáradt és de gazd és zárásák fejék, tevzségén is szórőz, ló, tőz, kettmocadányú, tőz, kettőverkesz, egyezer, és melyre orvő, uszendre, de rongkográk,